Görgei Zsuzsa a vendégem. Isten hozott itt a stúdióban ismét. Köszönöm szépen, nagyon örülök neki. Téged nem kell nézőinknek bemutatni, hiszen életvédőként nagyon sokszor szót kérjük, hogy beszélj itt a stúdióban. Látom, most is hoztál azért egy kis magzatot, magzatfigurát. Igen. De most egészen másról szeretnék veled beszélni. Azon fölbuzdulva, hogy a múltkor elmondtad, hogy mennyire fontos, hogy egyrészt kicsit ismerjük a gyökereinket, másrészt, hogy örökségül hagyjuk a család történetét az utódainknak, és ehhez fényképeket is hoztál. Tudom, hogy nagyon sok nézőnk figyelmét fölkeltette. Igen. Igen, igen, kaptunk visszajelzéseket. Jaj, de jó. És hát ugye, amikor meghallják a nevedet Görgei Zsuzsa, nyilván megfordul az emberek fejében, hogy van-e kapcsolat a történelemkönyvben olvasott Görgei tábornok és közötted. Mi a kapcsolat? Hát van. Egyrészt szeretettel köszöntöm a nézőinket, most már jó ismerőseinket, barátainkat. Hoztam neked egy ajándékot, ami egy 10 hetes magzatnak a talpacskája. Én is ezt hordom. Mindig emlékeztetjük magunkat, hogy honnan jövünk. Ugye mindannyian így kezdtük az életünket. Igen, és ez az a, annak a magzatnak a talpa, amelyiket még hát elvetethetnek, ugye? Tehát az, igen. Te azt mondtad, 10. hét, akkor még... Igen, igen, ez egy pedig tízhetes. Már minden kis lábújacskája látszik. Igen, igen. Hát nagyon fontos az, hogy megszülessenek, és nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mindannyian itt kezdtük. Szépek, nagyok lettünk, van, aki sikeres is, de a kezdetünk az mindannyiunknak ugyanaz volt, és hát mi is így kezdtük a családfa, ez a 800 éves, így kezdte, volt, kezdetben volt az ember, akinek lettek ugyanígy utódai. Tehát ez egyszer kiszámoltuk, hogy kb. 27 generáció, tehát mind a 27 generáció így kezdte. Hogy és mindenhol igent icike. Mondtak az életre, így aztán bizony, továbbadódhatott az élet. Bizony, bizony, ez nagyon fontos. Tehát az, aki 1098-ban ott elindította a családfát, egy ilyen picikéből lett ez a nagy-nagy terebélyes, és hát azért a történelem során hírnevet szerzett család, mert minden évszázadban volt egy-két Görgei, aki hát akár Rákóczi szabadságharc, akár reformáció, hát ott kellett lenni, meg kellett tenni a magunkét. És ez a mai napig jellemző ránk, hogy amikor hívnak, akkor, és ez benne van a Szentírásban is, hogy kit küldjek el, kimegy el nékünk. És akkor mi mondtuk, hogy én hol vagyok, küldj el engem. Ez jellemző most is, úgyhogy ez, amit átörökítettünk, hogyha baj van, de ha nincs baj, akkor is megyünk, és ott vagyunk. És akkor milyen családi szálak kötnek téged Görgei Artúrhoz, a nagyon ismert tábornokhoz? Igen, hát elmondanám, hogy a 200. születési évfordulójára szerettek volna egy nagy-nagy kiállítást, egy életmű kiállítást rendezni. Ez sikerült a 201-re, de akkor viszont ez a könyv dokumentálja, tehát ez egy nagyon nagy szabású kiállítás volt, a Nemzeti Múzeumban fél éven keresztül ott volt, és hogy az ismeretlen Görgei. Nagyon érdekes, amit a történészek, kutatók föltártak, hát majdnem sikerült megismerni nekünk is, mert hát Nem róla beszélünk a családi asztalnál, úgyhogy nekünk is el kellett menni a Nemzeti Múzeumba, és csodálatos életutat, és nagyon összeszedett, és nagyon-nagyon jó történelmi képet kaptunk ott. Elárulom, hogy az egyik rendező, dr. Hermann Róbert, akivel vezetjük a Görgei kört, tehát ő az elnöke, ő történész, és egyébként... Ő is rokon? Nem rokon, de nagy történész, nagy Görgei rajongó, tisztelő. Hát ennek a kornak szinte másodpercre minden történését ismeri, és hát elvállalta, nagy megtiszteltetés, hogy elvállalta a Görgei kör vezetését. Az alelnök most éppen én vagyok, mert aki 94 évesen elhunyt nagybátyám, hát így lettem utána én most. Igen, tehát akkor még egyszer, csak hogy a családfán elhelyezzünk téged,
mondjuk a Görgei tábornokhoz képest, akkor hol, hol vagy? Az a helyzet, hogy nincs egyenesági leszármazott. Majd erre rátérünk, hogy nem volt a házassága túlságosan szerencsés. És de volt két gyermek, egy lánya, egy fia. Igen, igen. Négyen voltak egyébként a szabadságharcban, négy görgei testvér. Tehát Artur, Kornél, Ármin és István. És István, tényleg. Köszönöm. Igen, azért igen, tudom, igen. Mert István volt az, akinek a felesége aztán időskorában nagyon sokat tett. Igen, igen, és ő írta a megemlékezéseket, igen. És persze köszönöm apukám is István, hogy eszembe juthatott volna. Tehát oldalági rokonság van, és ezt úgy szoktuk mondani, egyébként minden görgeit számon tartunk, nem vagyunk nagyon sokan, és szeretnénk is összegyűjteni, eléggé szétszóródott a család a világ minden tájára. Szeretnénk összegyűjteni, és hát számon tartjuk, akit csak ismerünk. Hát oldalági rokonság, egyenesági nincs. De ezt szoktuk mondani, hogy egy fának a gyönyörű zöldelő hajtásai vagyunk mind, tehát összetartozunk. Igen, mielőtt az ő arról az ugye az ismeretlen Görgei, ez a címe a könyvnek, és ahogy én is utána olvastam, tényleg van egy része az életének, ami csodálatos, majd elmondjuk, és nem tudjuk, mert csak azt tanuljuk a történelem órán, hogy csodálatos hadműveleteket hajtott végre, nagyszerű győzelmek fűződnek a nevéhez, ugye a 48-49-es szabadságharcban, és amikor világosnál letették a fegyvert, akkor Görgei neve, az áruló, és még mi is egy kicsit, ugye nagyon történelem tanártól függő, hogy hogyan tanította, igen. De valahogy ez úgy tovább adódott. Ma már ez, azt hiszem, hogy már nem, de pont amikor te iskolába jártál, és csak Görgei, csak nem valami rokon, megkaptad ezt, hogy te az árulónak vagy valami rokon? Persze, igen? Sőt, konkrétan az áruló. Tehát és nem rossz iskolába jártam, de hát azok az idők pont olyanok voltak, hogy ugye a nemesi osztályt nagyon-nagyon hát divat volt, sík volt kicsikét lealázni. Nem kicsit? Megtiporni, igen, és akkor egyszerűen név nélkül az áruló. Tehát az osztálytársak név nélkül az áruló, és ez egy jó buda iskola volt. Igen, úgyhogy kellemetlen volt, de hát tudta így ezt otthon a család ellensúlyozni? Igen, igen, nagyon is. Tehát itt jön be a családnak a szerepe, hogy amikor mi tudtuk, hogy hát most kettős mérce van, divatos szóval, nem is mérce, hát egy módon mértek minket, de mi meg tudtuk az igazságot. Tehát már icipiciként meg kellett tanulnunk azt, hogy két életünk van. Egy, ami a hívő és erkölcsös otthoni élet, és akkor van egy másik, hát ez az iskolai, ugye még úttörő is lettem, aztán tovább már nem, de hát ezt mindig elmondták otthon, hogy van, amit egyszerűen, mert nem zárhatnak ki az iskolából, ugye muszáj úttörőnek lenni, de és tulajdonképpen nagyon szép az úttörő 10 parancsolata is, vagy hát ezt átvették nagyjából. Mi 10 parancsolatunkból, igen, 10 pont, igen. Tehát az is jóra tanított, az, hogy milyen szellemiséget képvisel, hát azt elmondták a szülők. Azzal kezdtük, az életvédelemmel kezdtük. Igen. És azzal, hogy akkor Görgei meghozta ezt a döntést, hogy leteszi a fegyvert, hát hány ezer ember életét mentette meg, ha belegondolunk, mert ez a szabadságharc, ez hát azért bukásra volt ítélve, kicsik voltunk, kevesen voltunk, és két oldalról ért a támadás, tehát józanul nem lehetett volna, csak még több véráldozat, emberáldozat, és utána jött volna a bukás. Tehát ha úgy nézzük, akkor ő nagyon sok ember életét megmentette ezzel. Igen, igen, csak szeretném én most a folyamatot elmesélni. Tehát amikor Artur ugye megszületett a Felvidéken, nagyon-nagyon szigorú nevelésben részesült, nagyon kemények voltak a szülei, nem voltak gazdagok, és keményen az életre, meg keményen az egészségre nevelték. Tehát ez a háttér fontos ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogyan lesz valakiből hős.
mert tévé, meg nem tudom mi mellől, nem biztos, hogy hősi tettekre lesz képes valaki. De hogy neki egy olyan neveltetése volt, és ez az egész családra jellemző, hogy keményen, szigorúan nevelték a gyerekeket, minket, és nagyon sok mindenben nem részesültünk, amiben mások igen, de tudtuk, hogy ez így helyes, mert ennek van jó eredménye. Hát fontos, hogy a gyerekeinknek egy távlatot mutassunk, és őket így nevelték. Görgei Artúr kémia professzor volt, a kémia érdekelte, ezt tanulta, és ugye napjainkban is használjuk, amit ő kutatott ki, ő elemezgetett, a kókuszsírnak az elemzéséből írta meg a professzori disszertációját, és dolgozott Prágában a Károly Egyetemen, ott van emléktáblája is. És szemezgetett egy nagyon helyes, szintén nem gazdag, francia nevelőnővel, majd aztán feleségül is vette, de közben kitört Magyarországon a szabadságharc. És ugye hát a magyar vér buzog, hát a Felvidék akkor ugye szerves része volt az országnak, és gondolkozott, hogy be kéne állni, meg kéne segíteni valahogy, hát magyar embernek részt kell venni. És voltak katonai előtanulmányai, ismeretei, hiszen először, mielőtt vegyész lett volna, azért katonai pályán is elindult. Igen. Nagy becsülettel, nagy odaadással és jó eredményekkel végezte el, de nem szerette a kémia, ami érdekelte. Igen, tehát ezt tudni kell, hogy a mi családunk soha nem volt gazdag. Mindig voltak birtokok, de mindig ugye templomot építettek, iskolát építettek, hát rendesen fönn kellett tartani az uradalmat. Nem voltak gazdagok, és az első szülöttek, ugye mindig lehetett választani állami hivatalba, ha valaki tovább akar tanulni, hogy vagy pap lesz, vagy katona lesz. Hát nálunk a katonasság dívott, tehát évszázadokon keresztül mindig volt néhány katona a családban. És hát ezért tanult katonasságot Görgei Artúr. Ezt csak azért gondoltam fontos hangsúlyozni, mert amikor csatlakozott a szabadságharchoz, akkor volt azért olyan tudása is, amit hozhatott magával. Igen, persze, föl tudta használni, bár ő azt mondja, hogy a nagyon sikeres hadi megmozdulásainál a kémiát vette alapul. Tehát érdekes a kémiai mozgások, kémiai kötések. Ez nekem nem áll össze, de neki remekül összeállt. Hát a mai napig tanítják a bizonyos megmozdulásait. Ugye 9 győztes csatával rendelkezünk. Ami azért is nagyon fontos, mert ugye 48-ban egész Európában forradalmak voltak, de azokat mind 1-2 hét alatt leverték, azok úgy elhamvadtak. A magyar szabadságharc az másfél éven keresztül nagyon sikeres és nagyon gyönyörű megmozdulás volt, a győztes csaták, és igenis féltek tőlünk a Habsburgok, ettől a nem túl képzett és nem túl felszerelt, de nagyon lelkes és nagyon odaadó szabadságharcos seregtől féltek. Hát ezért hívtak be idegen segítséget. Tehát a fegyverletétel az egy józan megfontolás eredménye volt. Hát egyszerűen nem lehetett. Mert ha csak a Habsburgokkal állunk szembe, még az is lehet, hogy győztünk volna. Hát nem véletlenül hívták, folyamodtak ehhez a cári segítséghez. És akkor egyszer csak megjelentek a jól táplált, frissen borotvált, frissen fölpáncélozott cári, jó nagy sereg, egy hatalmas sereg, és a már másfél éve elfáradt, lerongyolódott 28.500 fiatal katonával szemben álltak. És akkor így döntött a haditanács, tehát nem egyedül Görgei Artúr döntött, ő jelentette be, mert hát ő volt a fővezér. És azért az egy nagyon elegáns, szép dolog volt, a dolog szomorúsága mellett is, hogy nem a Habsburgok előtt tettük le a fegyvert. Tehát őnekik ez tudomásul kellett venni, hogy ők nem győztek le minket. Viszont a friss cári sereg, hát az nem csata lett volna, hanem egy mészárlás.
És ott volt még a haditanács döntésében az a gondolat, hogy ez a 28.500 férfi, aki ott áll ezen a világosi mezőn, vagy lemészároltatjuk és elvesztettük a szabadságharcot, vagy hazamennek, és családot nemzenek, ugye attól nemzet a nemzet, hogy nemzik. Tehát ezek a fiatal férfiak hazamentek a családjaikhoz, föntartották a családokat, és ott volt még az a gondolat, hogy egyszer majd folytatjuk. Tehát ha őket most nem áldozzuk föl, hanem fölépülnek, meghíznak, és újból hadba tudnak állni, akkor győzni fogunk. De hát jött a kiegyezés, szóval ez a fejezet, ez maradt egy ilyen hősi másfél év, és ugye tudni kell, hogy a dicsőséges tavaszi hadjárat Tiszafüredről indult ki, ami most is az országnak egy vezető régiója, ott nagyon jó a szellemiség. Édesanyám meg onnan származik, úgyhogy azért ezt örömmel emlegetem mindig. Néhány percünk még van. Igen. És arra kérlek, hogy ugye számüzetésbe, tehát Ausztriába kellett, tehát oda számüzték, kiegyezés, hazajött, végül is itthon halt meg egy, és nagyon idős korában, igen, 98 éves, igen, volt, hogy egy picit az idős koráról ebben a néhány percben, meg talán arról a botról, amit hoztál. Jaj, a bot, igen. Hát ez egy megyfa szipka, és ez a családi legenda szerint Artúr bácsinak volt a szipkája. Próbálgattam, valamikor én is próbáltam dohányozni, és hát nem lehet végig szívni, szóval ehhez azért... Az kell tüdő. Kell egy elhatározás. Viszont nálunk ez egy nevelő eszköz volt. Tehát amikor édesapánk megfogta, mi négyen vagyunk testvérek, édesapánk megfogta a szipkát, akkor tudtuk, hogy jön egy körmös vagy egy év. Hát ezzel azért lehet, szóval így, hogy ez volt az én koromban a nevelési eszköz, meg hát azért kaptunk néha az ülepünkre is ezzel. Nem kellemes, nem fájdalmas, de hát van egy figyelmeztető jelleg a dolognak. Úgyhogy hát én ezt őrizgetem nagyban. És igen, szeretnék a családról beszélni, viszont nehogy kimaradjon véletlenül is ez a nagyon-nagyon fontos emlékünk is. Azért szereltem így föl magam, hogy be tudjam mutatni. Ez itt Artúr bácsiról egy emlékplakett, a Budavár bevételének az évfordulójára. Itt van a hátulján a Budavár picit tartsad, és úgy jó, ahogy tartod, hogy a kollégám megmutatja a tévénézőknek is. Ez a Budavár ostroma, ugye tudjuk azt, hogy amikor meghalt 98 éves korában, akkor a május 21-e, tehát Budavár ostroma, ez biztos élete legszebb napja lehetett, és azon a napon szépen megnyugodva visszadta a lelkét a teremtőjének. És akkor itt van egy másik érmécske, kicsit ez már korodált, de megpróbáltuk megfejteni, ez egy két filléres. Bocsáss meg ezt, ha átveszettem egy pillanatra, én is megnézem, és megmutatom a nézőknek is. Na hát, kis mélyedés van benne. Igen, édesapám is katona volt, és ugyanígy a négy görgei fiú volt a második világháborúban, katonaként szolgáltak, egyik édesapám volt, és ő ugyan nagyon-nagyon precíz ember volt, rendkívül precíz, de egyszer mégis benne felejtett itt a felső zsebében egy ilyen két fillérest, és hát azért vagyok én most itt, mert ez a két filléres ugye kapott egy találatot, ami föl... Azért van az a mélyedés benne. Igen. Ez egy golyónak a nyoma, és nem a szívét járta át, hanem bemélyedt ez a két filléres, úgyhogy hálát adunk ezért a néhai feledékenységért, hogy ő nem halt ott meg, hanem utána életet tudott adni mi négyünknek jóval később. Igen. De visszatérve Görgei Artúrra, ő neki egy hét múlva lenne a 203. születési évfordulója, úgyhogy pont nagyon jó ez a beszélgetés, köszönöm szépen.
január 30-án született, 1818. január 30-án, és 1916-ban, május 21-én halt meg. Úgyhogy ilyenkor mindig nagy megemlékezéseket szoktunk tartani. Idén gondolom, ez így most a vírushelyzet miatt elmarad, hát, de azért valamennyire. Legalább hát itt online, most megemlékeztünk róla. Online, most ez az online világ, ez működik nagyon, de tavaly is, már sajnos tavaly is volt vírus, és a honvédelmi miniszterünk, és Herman Róbert, aki egyébként a Hadtörténeti Intézetnek is a parancsnoka és igazgatóhelyettese, ők koszorúztak. Úgyhogy azért a megemlékezés az megvan mindig. És ugye most a családra visszatérnénk, hogy mint családfő. Hát én azt hiszem, hogy meg kell kérjelek, hogy gyere újból vissza hozzánk, és beszéljünk ő róla, mint családfőről. Pont jó is lesz, mert így, hogy közelebb leszünk, akkor még közelebb az évfordulójához. És igen, most át kell adnom a szót Mohai Gábornak, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. És akkor várunk ennyire vissza. Ennyire elbeszélgettük az időt. Igen, nagyon gyorsan. Igen, hát egy ilyen történetet semmi baj, végig itt, beszélni. Innen fogjuk folytatni. Innen fogjuk folytatni. Nagyon köszönöm, hogy itt igen, voltál. Igen, én köszönöm a lehetőséget.